Szervusztok, gyerekek! Kicsik és nagyok! Egy különleges ajándékot hoztam most nektek, egy mesét. A mese pedig nem másról szól, mint a fake newsról, az álhírekről. És annak is a legveszedelmesebb formájáról, a deepfake-ről. Tudjátok, miért a deepfake a legveszedelmesebb? Azért, mert fölfalhatja az embert. Védje mindenki a maga digitális jogait, mert ha nem, egyszer csak azt veheti észre, hogy nincs személyisége. Ez pedig borzasztó lenne. Ahogy fejlődik a deepfake, ami nem más, mint a mesterséges intelligenciákkal létrehozott hamis kép vagy hang, egyre inkább attól lehet tartani, hogy a jövő filmjei, tévéműsorai és reklámjai talán egyáltalán nem is igényelnek színészeket. Még egy olyan színészt sem, mint Bruce Willis. A színésznek az idén nyáron furcsa élménye lehetett, hogy szerepelt egy reklámban, ahol egy jacht hátulján egy bombához volt kötve, és orosz akcentussal morogta, hogy «Bjessze szépje!». A Telegráf beszámolója szerint a deepfake azért volt lehetséges, mert Bruce Willis eladta az előadói jogait. De hát ez nem volt teljesen igaz. Willis képviselője később azt mondta az újságíróknak, hogy a színész nem tett ilyet. A reklámot készítő cég Deep Cake volt a neve, soha nem állította, hogy Willis jövőbeli jogait birtokolja, hanem olyan megállapodást kötött, amely lehetővé tette a cég számára, hogy Bruce Willis megjelenésének digitális változatát egy másik színészre képezze le, éppenséggel az orosz Megafon mobilhálózat reklámjaiban. A kérdés tehát az, hogy kié Bruce Willis? És ez nem csak a hollywoodi sztárt és képviselőit foglalkoztatja. Világszerte foglalkoztatja a színész szakszervezeteket, amelyek a tagjaik mesterséges intelligenciával kapcsolatos naivitását kihasználó szerződések ellen küzdenek. Egyes szakértők szerint ez a kérdés mindenkit érint, és egy vadabb, disztopikus jövőt vetít előre, olyat, amelyben az ember személy azonosságát megvásárolják, eladják és elkobozzák. Az ördög a részletekben rejlik, tudjátok jól. Egy magánszemély vagy cég, amelyik egyszerűen csak készít egy személyről egy deepfake-et, nem ütközik egyértelműen a nyilvánossághoz való joggal. Így például, amikor az amerikai elnökről, Obamáról készítettek deepfake-et, azon jókat lehetett nevetni. Az már kevésbé volt mulatságos, amikor a Facebook alapítója mondta el, hogy micsoda disznóságokat követ el ő a saját cégével. És az is elég vicces volt, vagy nem, amikor a magyar miniszterelnök mondta el, hogy micsoda borzasztó politikát folytat. Ez mind deepfake volt. Aztán ott volt a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki elmondta, hogy milyen borzasztó a magyar gazdaság helyzete. Bocsánat, ez nem volt deepfake. Szóval, ha egy Willis deepfake megjelenik egy amerikai krumpli chips reklámban, akkor a kereset életképessé válik. Ha valaki deepfake-kel Willis, yippee-i, hey motherfucker, egy házi moziban, és felteszi a YouTube-ra, akkor a színésznek nem biztos, hogy sok esélye van egy perrel. A deepfake készítőit védi az amerikai alkotmány első kiegészítése, vagyis a kormány nem tilthatja meg a beszédet pusztán azért, mert az hamis. Kell lennie valami további problémának, például rágalmazásnak. A nyilvánossághoz való jog megköveteli a személyazonosság kereskedelmi célú megszerzését, míg a kártérítési jog nem mindig követeli meg a kereskedelmi elemet, vélik a jogászok. Ha egy színész deepfake-je úgy manipulálódik, hogy valakit rágalmazó módon ábrázolnak, vagy arra használják, hogy valaki más rágalmazzon, a színésznek lehetősége lehet arra, hogy kártérítési perben pereljen. Az elmúlt években a magyar neten többször felbukkant az a versmondós mém, amelyben híres külföldi emberek, politikusok, színészek, sportolók mondtak magyar verseket magyarul. Emiatt ugye nem perelt, nem perel senki. Ugyanakkor a szakszervezetek már évtizedek óta aggódnak a deepfake miatt.
a Screen Actors Guide, American Federation of Television and Radio Arts érdeklődése a sport videójátékokkal kezdődött, amelyeket már 2013-ban elkezdtek saját képmásjogi vitákat generálni. A kétségbeesett színészek, a zavaros szerződések és a különféle törvények sokaságában nem nehéz felfogni, hogy a szakszervezeteknek nem lesz könnyű dolga. A rossz cégnek adott rossz beleegyezés rémálomhoz vezethet. Emlékeztetünk arra a Jó barátok epizódra, amikor Joy egy látszólag ártalmatlan modellkedés után egy nemi betegség reklámban kötött ki. A különbség az, hogy most bizonyos esetekben Joynak egyáltalán nem kellett modellkednie ahhoz, hogy ahogy Bruce Willis sem kellett, hogy oda kötöződjön az orosz motorcsónakhoz. A fiktív történetben minden rendben volt a fél óra végén, de egy másik valódi színésznek nehéz lenne munkát kapnia egy előnytelen vagy ellentmondásos szerep után. És ez már csak a vizuális ábrázolás problémája. A deepfake lehetővé teszi, hogy egy színészt kihasználjanak, és szó szerint szájába adják a szavakat. Nagyon fontos megérteni, hogy az átruházhatóság ebben az esetben nem arról szól, hogy pénzért engedélyezzük személyes azonosságunk felhasználását, hanem arról, hogy a személy azonosságunkat átruházható tulajdonjogként értelmezzük, mint a szabadalmat, vagy a szerzői jogokat, amelyek megvásárolhatóak és eladhatóak. Egyes szakértők szerint az átruházhatóság azt eredményezheti, hogy az emberek elvesztik a személyiségük feletti ellenőrzést, mivel a cégek teljes tulajdonjogot szereznek a személy azonosságuk felett, nem pedig csak egy bizonyos célra történő engedélyezett használatra. Valójában az ilyen típusú átruházhatóság eredetileg a nagy amerikai stúdiók jogászai által jött létre az 1950-es években, akik ellenőrizni akarták a színészek által játszott filmek és az általuk támogatott termékek jogait. Egy ilyen teljes átruházásért potenciálisan több pénzt lehetne kapni, de az is az ár elképzelhetetlenül nagynak tűnik az illető személy számára. A diáksportolók például azt kockáztatják, hogy ügynökök, menedzserek, cégek elszippantják a személyazonosságukat abban a reményben, hogy a jövőbeni profitot ők kezelhetik majd. Ők nyerészkednek a dolgon, ha nagy sikereket érnek el. A színészek, sportolók, de még az átlagpolgárok azzal a veszéllyel néznek szembe, hogy saját nevük, képmásuk és hangjuk felett elvesztik az ellenőrzést. A hitelezők, volt házastársak, lemezkiadók, menedzserek és a Facebook számára is.